Azt mondja Laci itt az előbb, hogy hát sokáig tart oda bent az elszámolás. Mert az már nyilvánvaló, hogy a kártérítést ki kell számolni. Csak azért megkérdezem én, hogy hol készültek el a bankok arra, hogy mi alapján fogják kiszámolni a kártérítést, ugyanis magát a devizahitel alapú nyilvántartott hitelnek a fizetési kötelezettségét sem tudják kiszámolni annak a képletnek az alapján, amit ők fölvázoltak. És az a baj, hogy nem csak a közgazdászok meg a matematikusok nem tudják kiszámolni ezt a képletet, hanem ők maguk sem. Amikor én a saját hitelemmel bent voltam a bankba, és eléjük tettem a szerződésbe fölrajzolt hitelképletet, és megkértem az ügyintézőt arra, hogy ma ugyan számoljunk már szerint, hogy mégis hogy fog ez kinézni a futamidő végére. Számolt, egy óra hosszát ültem előtt az asztalnál, és a végén azt mondta, hát ő ezt nem tudja. És be kellett neki vallanom, hogy én sem tudom, pedig én megtanultam annak idején számolni, és azért jöttem ide, hogy erre valami választ kapjak, hogy mégis hol hibázok én, mit nem tanultam meg az iskolában. Hát nem tudta kiszámolni. Mondom akkor az ügyintézőnek, itt egy autóhitelről volt szó, hogy mutassa ki nekem a jelen pillanatban, mennyi svájci frankkal tartozom én a hitelkonstrukcióm után, hogy lehúzunk tovább egymás idejét, én kifizetem ezt a kurva autót svájci frankba most,